9. a 11. ellen, vagyis a János Somorja fogadta a Fertőszent Miklóst az utolsó őszi fordulóban, a mieink a szokásos kék-fehér, az ellenfél pedig zöld mezben a pályán. 6 pontos mérkőzésről volt szó, hiszen ha a Fertőszent Miklós nyer, akkor pontszámban beérheti a János Somorját, és jobb gólkülönbségének köszönhetően előzhet a tabellán, a János Somorja pedig egy győzelemmel akár a 7. helyet is megszerezhette volna. Kellemetlen időjárási körülmények között rendezték a találkozót, Cseri ezért is próbálkozik rögtön távolról, hiszen a szemerkélő esőben a csúszós füvön megtréfálhatja a labda a kapusokat. Ellentámadás a vendégektől, egy jó elfutás a jobb szélen, ebből elég sok volt a meccsen. Jön is a beadás, a mieink pedig szinte helyzetbe hozzák az ellenfél csatárait, egymásra lőttük a labdát, de Mészáros nem tudta kihasználni a helyzetet. Egy perccel később egy jó perdítés középtájon, megint egy jobboldali kontra. A távoli lövés azonban nem zavarta különösebben Tüskét, Galambos az oldalhálót találta el. Még mindig a Fertőszent Miklós pillanatai. Megint a jobb szélről nehezen zárkoznak fel a védők. Jön a beadás, ami elszáll az első csatár feje fölött, aztán a védők Tüske segítségével hárítanak. Kezdte átvenni a játék irányítását a vendégcsapat, nehezen tért magához a János Somorja. A középpályát aztán elkezdtük egész jól átjátszani, ebből jöttek a helyzetek. Kis lőhet a bal oldalról, nem volt túlzottan erős, és látszik, hogy mellé is megy, ezért nem tudott Mayer hárítani. Hiába a csúszós fű, ez egy nagyon lassú lövés volt. Bánfalvi messziről takarásból próbálkozik, és kis hián be tudja venni az ellenfél kapuját. Mayer talán elmérte a távolságot, a kapustól akár be is hullhatott volna a labda, de nincs vezetés negyed óra elteltével. Cseri játszik oldalra, ez dudás szöge lehetne, de a lövése célt téveszt. Helyzetekkel érzékelteti a János Somorja, hogy visszavenni a játék irányítását. Tóth Kristóf meglátja, hogy Sós a védők mögött van. Lesről nincs szó, mert egy ember beragadt középen, Sós azonban hiába forgolódik, ebben a lövésben sincs erő. Nagyon nehezen fogtak talajt a játékosok, nehéz volt lőni, akár álló helyzetből is, nagyon csúszott a labda is, a láb is. Egy lekészítés, ami után megint egy elég pocsék befejezést látunk. Kovács Galavics próbálkozott. Aztán egy János Somorjai helyzet, Kis Attila nem tudta befejezni, Gál még jól ívelte fel, Bánfalvi pedig jól fejelt középre. A felső kapufa után ez volt a legnagyobb lehetőségünk. A lefújás az első félidő utolsó percének pillanatai. Jön egy jó keresztlabda, ami elcsúszik a védők mellett. Bánfalvi közvetlen közelről lövi. Nem helyezi sarokra, de akkora erő van a lövésben, hogy elcsúszik Mayer mellett a vizes labda. Itt látszik, hogy nem tökéletes a beadás, de a védők nem tudnak hárítani. Tóth Kristófon is túlmegy, de pont így lesz jó Bánfalvinak. A fiatal támadó megszerzi a János Somorjának a vezetőgólt. Ez volt a bajnokságban a második találata. Így 1-0-val mentünk a szünetre. Nem csoda, hogy rögtön Fertőszent Miklósi helyzettel indult a második félidő. Gyorsan szeretett volna egyenlíteni a vendégcsapat, de folyamatosan fáradtak a csúszkálásban és a küzdelemben. Itt éppen Tüske hárít. Nem nagyon voltak helyzeteink, megint Galambos veszélyeztetett. 6 gólos a támadó eddig, de ezen a mérkőzésen egyelőre nem talált be. Saját magunkat hozzuk nehéz helyzetbe a kapu előtt, Tüske nehezen szedte össze a csúszós pattogós labdát, Gál bele is sérült az akcióba. Aztán a vége felé az indulatok veszik át a főszerepet, és Galambos megkapja a második sárgalapját, szöveg miatt el kellett hagynia a pályát. Így 5 perccel a lefújás előtt megfogyatkozik a Fertőszent Miklós. A csereként beállt Borsodi jó keresztlabdáját követően rögtön ki is alakul egy János Somorjai helyzet, ebből nem sokat láttunk a második félidőben, de Sós kihagyja. Ez pedig már a hosszabbítás, amikor 4 támadó viszi egy védőre, el lehetne dönteni a meccset. De nagyon rövid az utolsó passz, így aztán Mayer hárítani tud. Nem sikerült tehát ezt a meccslabdát értékesíteni, de a 3 pont így is megvan, ami a 7. helyre juttatja a János Somorját. Jól jellemzi a meccs hangulatát, hogy a lefújást követően még egy kis dulakodás és reklamálás kialakult a felező vonalnál, amiért aztán keresztes utólag piros lapot kapott. Számunkra azonban inkább egy kikínlódott győzelem miatt lesz emlékezetes a találkozó, amely azt eredményezi, hogy a János Somorja 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 verességgel a 7. helyen zár a tabellán.
optimistán várhatjuk a tavaszi folytatást. Szakmailag azért nehéz értékelni egy ilyen meccset, mikor ugye nagyon fontos volt a három pont nekünk. Ilyen pályán, ilyen időben nehezen alakulhatott ki egy folyamatos játék, de úgy gondolom, hogy a játékosai mindent megtettek és feltették a fél éves időszakra a koronát.